A Tolna megyei álláskeresők körében magas, 45%-os az alacsony iskolázottságúak aránya. A jó munkahely megszerzéséhez pedig kell a megfelelő szakképesítés, ugyanis a szakképzetlenek foglalkoztatása továbbra is nehézségekbe ütközik, mert a cégek kevés munkakörben tudják őket alkalmazni. Ezt mondja Némedi Ágnes, a Tolna megyei Kormányhivatal társadalombiztosítás és foglalkoztatási főosztályának vezetője. 2020-ban változni fog a szakképzési rendszer, és ennek kapcsán a jelenleg hatályban lévő képzési jegyzékünket, amin éppen most 32 szakirány van fenn, tervezzük bővíteni, újabb 17 szakirányt szeretnénk feltenni rá, ez a tavasz folyamán megtörténik. Így az álláskeresők összesen 49 féle tanfolyamot végezhetnek el az álláskeresőként, és tudnak bekerülni az elsődleges munkaerőpiacra. A munkáltatókkal egyeztetve 49 olyan szakirányú képzéssel várja a foglalkoztatási főosztály az álláskeresőket, amelyek elvégzését követően akár 80%-kal nagyobb eséllyel kapnak munkát. A területileg illetékes foglalkoztatási osztályt keressék meg, regisztrált álláskeresővé kell válniuk, és az ottani ügyintézővel tudják megbeszélni, hogy éppen milyen tanfolyamokat tervezünk indítani. Fontos, hogy a tanfolyam, ami az álláskeresőt érdekli, fenn legyen a képzési jegyzékünkön, amit a Tolna megyei Kormányhivatal honlapján meg lehet tekinteni. További támogatás, hogy amíg tart a szakirányú képzés, az alatt az álláskereső keresetpótló juttatásban részesül, ez a minimálbér 60%-a. A legtöbb tanfolyamot Szekszárdon indítják, ezért a falvakból ingázóknak az úti költséget is megtérítik.